Szép délután mindenkinek, ha július, akkor Pozsony csata, amely nem csata volt, és nem csak Pozsonynál zajlottak az események. De nem ez az egyedüli dezinformáció, amivel az események kapcsolatban terjeng a világhálón. Le kell szögeznünk, hogy minden történelmi eseményt történeti forrásokból ismerünk. Amit valaki valamikor leírt abban az időben írta le, amikor az események történtek, akkor az kortás vagy primer forrásnak nevezzük. A későbbi évtizedek vagy évszázadok múltán írja le valaki, azt szekunder forrásnak, másodlagos forrásnak nevezzük, tehát ő primer forrásokból dolgozik. Tehát például Priskoszból merített Jordán lesz a kapcsolatban, ő már szekunder forrásnak tekinthető, mármint Jordán lesz. Priskosz viszont hiteles hiszen ő vendégeskedett a udvarában, ezt csak példaként mondtam el. A szóban forgó esemény primár forrásai meglehetősen szűk kik, mit csináltak, hol, mikor, ki nyert és ki halt meg a vesztes oldalról. Ennyi. Ezért van az, hogy korai történészeink Kristó äh, Orafcsik, vagy László Gyula, vagy a többiek szűk egy mondat belintézik az iskolában, pedig egyetem is tanítják az esemény. Nem fogadják el aventinus mint szekundár forrás, mert hogy ő 16. században alkotott. Amikor eh, onnantól datáltó a szekundár forrás, amikor ugye a török Magyarországot ostromolja, és ugye, jön Mohács, meg a többi, nagyjából ekkor tájt írta Aventinus, mert beleírja, hogy az évkönyvet is írt, meg egy eh, krónikát is, Bajor, évkönyv Bajor krónika, és beírja, hogy ha nem vigyázunk, Ungária, Turkia lesz nem sokára. Magyar forrás is van, nem igaz, hogy nincs. A régi magyar énekek, szintén 16. századi forrásai. Megint csak ez a török idők. Ből származó forrás is beszámol magyar részről a csatáról. Zolta idején, ő volt a regnáló szakrányos fejedelem a kündün, Számadt három sereggel a német, és tiszt tartói meg vigasztalták hogy győzni fogunk ugye a fritcek ellen, és még a kistár is gazdagodott. Jó, hát primer forrásokat hagyjuk is, mert mondom még egyszer, azok rendkívül szűk szavak. Mit ír Aventinus? Ez már érdekesebb. Aventinusról azt kell tudni, hogy azért nem fogadják őt el hiteles forrásnak, mert való igaz, hogy bizonyos részei az irományának kopi paste módban készültek. Tehát uh, Regino Primi apát írja le a magyar harcmadót, a szarújjat, és ezt ő egy az egyben bemásolja. De egyébként ő le is írja, hogy melyik könyvtárban, melyik levéltárba kutakodott, honnan vette a forrásait, úgyhogy valaki elfogadja, valaki nem. Maga a hadi cselekmény, a háború, az pannoniáért zajlott, és nem a magyarok kiirtásáért. Az eredeti szövegben is azt szerepel, hogy elrendelem a magyarok kiűzését a Bajor királyságból, Bojár területéről. Kiirtásról lenne szó, akkor nem ez a... nem szerepelne például a Bajor Királyság szó sem. Ugye miért érdekes Pannonia? Ez a zavarokat követően Frank uralom alá kerül, aztán a morvák kapják meg mint helytartóság, a Morva magyar háborúkkal azonban magyar kézre kerül a szóban forgó terület. Mi hol a Arnulfa, hol ugye Svatoplukkal voltunk szövetségben, attól függően, hogy ki mennyit fizetett, és aztán mikor elhunyt a Morva uralkodó, akkor a fiai civakodtak egymással, és megszűnt ugye a halál a szövetség is. Mi pedig le legyőztük Moráviát, szétvertünk, megsemmisítettük és elfoglaltuk, Pannoniát, amit már ugye a hunok is elfoglaltak. Jó. A szóban fogva csata, az nem egyesült európai selegek ellen vívtuk, és nem ismertek a létszámok, csak az, hogy a német feltétlenül háromszoros túlerőben volt. A német alatt itt Frankolt, Bajort, meg mai Ausztria területén elemeket kell érteni, ezek vettek részt. Hát le van írva, hogy melyik területnek a püspökkel, stb. Nem, nem volt olasz köztük, nem volt angol köztük, nem volt francia, tehát nyugati frank. Se skandináv, se szláv, tehát ez, a, ez az összeegyesített európai segélyen nincs, ezt felejtsük el, ez, ez, utólagos mese, ezt valaki kitalálta, sajnos a jó hiszemű ember meg elhiszi, amit az interneten olvas, vagy hal van. Maga az ütközet, az úgy nézett ki, hogy olyan, mint ahogy a frankok támadtak az avarokra. A, a Dunán haladt a hajóhad, és alulról és felülről egy-egy hadsereg kísérte. Védte, ha úgy tetszik. Nyilvánvalóan először, hogy a hajóhoz hozzáférjünk, az észak és a déli csapatrészeket kellett megsemmisítenünk. A délivel kezdtük. Egy rendes csata volt. Ezt követően titkon este a Dunán, és az alvó pihenő táborozó északi seregen ütöttünk rajta. Ez már kettő csata. A harmadik a hajóhat felgyújtása volt, és minden jó csatában, ebben is, meg háborúban is, vannak megfutó emberek. Ezeket Enszvárnál, a mai területén Enzburnál, Gyermek Lajos a maga részére, maga biztosítására, maga mellett tartott hadseregébe integrálta ezeket a menekülő elemeket. Tehát felépített még egy hadsereget, és itt is megütköztünk velük, hát nyilván mi követtük a menekülőket, győztünk. És itt írja le a magyar harcmodort, amit Regino apától mentett mentimus. Ebbe kötnek bele, hogy azért nem hiteles, mert lám ezt is lopta, a többi is mese. Nem, ezt lopta a copypast a többi meg honnan tudott, hogy mese. Bizonyos be. Tehát itt is győzünk, és ez már a negyedik ütközet. Tehát dél, egy, Észak 2, Hajó 6-3, Enszvárnál 4. Ez 4. És ilyenkor jó magyar szokás szerint ugye hát a valamivel pótolni kell a veszteségeinket, hadizsákmányt szedtünk. Ez az, amiről azt írják a régi magyar éneknek, hogy a Zolta kincstára gazdagodott. De ez a jól megpakolt magyar had úgy döntött, hogy hazamegy Pannoniába. Útjukat állt egy ilyen szedett-vedett fritz alakulat. Azt is szétkentük, mint a Veknin gyakorlatilag. Tehát öt ütközet történt, ez pedig már nem csata, hanem háború. Innentől kezdve, tehát pozsony Ensburgi háború volt ez az esemény 907 nyarán. Na most Árpád személyével kapcsolatban, hogy Árpád részt vett a csatában. Árpád nem vett részt sem ebbe, sem más csatában. Ő a szakráis fejedelem volt, szakrás fejedelemek nem háborúznak, ő vigyázva van. Ő a kapcsolat az éggel, a küntengrinnel, a napistennel. E, és ugye a szó is onnan van, hogy küntengri, künten, kündün, ugye a legfőbb tibeti méltóság is kundun, kündün, az a dalai láma lenne. A tibetiek részben hunok, tehát egyértelmű, hogy honnan van ez a történet. Ez volt Árpád, majd Zolta, aztán később Fajsz. Arról is ejtünk majd szót. Arról a történetről, Augsburgról, mi történt ott, meg miért történt ott, azt viszont feltétes módba tesszük. Jó, tehát nem akartak kiirtani minket, kiűzni akartak Pannonia területé. Pannoniáért ment a háború. Nem csata volt, hanem háború több helyszínnel. E és nem Árpád vezette a magyarokat, nincs is erre forrás. Itt a halála ugye 907-ben volt Árpádnak, ezért próbálják meg őt a csatába erőtetni, de nem tudják, hogy szakás fejlen nem vezet csatába. Sase is elnő pedig kendetemetőt tárt fel, amit aztán majd a Mészáros Fülöp, Berec trió is tovább kutatott kőbáványt, kőbabát találtak, többet, ugye a bejáratnál a Magnavia Strigónia mentén talált kőbálvány, az keve kapitányi lehetett, hiszen ideéri a kézei a temetését az országút mellé. Onnan tudjuk, hogy Hun kőbáványon van dolgunk, hogy kejhet fog mindkét kezével a hasa előtt. Ha szarmata bávány lenne, akkor egyik kezébe ritont, másikba kardot markolnak. egyébként a szkíták is ekként ábrázolták. De már a kurgán kultúrától vannak kőbálványok, tehát azért ezt lehet tudni. Bent a területén ugye a nagy összetörve föntről lesen. még egy kőbálvány találnak, itt kerül elő a honvisszafogalás kőcseré, pedig melléklettel datált sír. Tehát innentől az a baromság, hogy ez egy wellness központ lett volna, meg fürdőmedence, meg ilyen marhaság, az azt jelzi, hogy az illetőnek véleménye van, tudása meg nincs. Egyébként a szakrális fürdetőmerence az, az oké, okay, de aznak nincs köze a wellnesshez. Az meg, hogy római kőbánya lett volna, ugye a holdvilágárok az is hülyeség, mert a római időben fejtettek ott követ, tehát kvázi hasznosítottak onnan köveket, de ilyen apró hipokausztum oszlopokra kell gondolni, meg oltár, házi oltára kell gondolni, nem pedig lenépítkezési célokra fejtettek itt köveket. Tehát a dilettantizmus, az ne kapjon véleményt, az hallgasson. Ez egy hun magyar nekropolisz volt, rengeteg kifosztott sírral, valószínűleg hun sírt, takart, és a fejedelmi temetkezés méregpohárral az, ha nem Árpád, akkor Zoltáé. Tehát nagy, nagy, választék nincs, ha esetleg még az utolsó magyar kende az Fajsz volt, Falicsi. És itt ugrunk akkor már Augsburgra, érdekes módon Taksony túlélte a és utána politikai vezető pozíció töltött be, ez több mint gyanús, és akik elhunytak, azok a konkurenciája volt, Bölcs, akit latinul Bulc hunak csúfolnak, Lél és Súr kapitányok voltak, hadvezérek, feltehetően itt lehetett akár a hor, hát ugye Bölcsről tudjuk, hogy ő horka volt, akkor taksön lehetett a gyula, ha csatában vett részt, a szakás pedig falit, fal sí, akit nem megöltek, lemondattak. És onnantól fogva a német források rexként kezelik taksonyt, király. Nagyon érdekes. Egyeduralkodó volt, tehát nem István volt az első egyeduralkodó, hanem taksony. Aztán Géza idejében ez folytatódott. Már taksonyról tudjuk, hogy puhatolózik az egyháznál Magyarország megkeresztelése okán. Már hogy államvallás legyen, kereszténység, ott nem jár sikerrel Géza sem, hiszen ők gyilkosok voltak, már elnézést. Istvánnál viszont ugye a nem tapadt félőt, már elfogadta a nyugati egyház. Persze itt is voltak ugye ajtonya, koppány, koponya, kupa vezérrel. Összetűzések és nem kapkán volt a neve, nem volt avar. Üh, illetve Ajtón Gyula volt ugye a másik kettő konkurencia. De ez a folyamat, ami István a beteljesült, ez már tagsa idején valószínűleg elkezdődött, és valószínűleg ő árult el a magyar harcmodort a németeknek, nem pedig kitapasztalták mert hiszen érdekes módon a konkurenciájától szabadult ő meg, és lett egy mert hiszen ilyen eseményekkor a kendének meg kell mondani a régen, mert ugye a kendi áldozat történt. Abban az időben már nem. Tehát Fajsz volt az utolsó amilya. Na de, kik vettek részt a Pozsonyi magyar oldalról? Árpád nem vett részt, nem vehetett részt, semmi esetre sem. Előbb mondtuk, hogy miért, viszont Aventinus ö, leírja, hogy a magyarok nagy, nagy gyermeklevős idején két királyt választottak, durszákot és bogátot, majd egy későbbi fejezetben a magyarok mindkét királya támadja a bajorokat. Tehát akiket mi királyként megválasztottunk, durszák és bogát, később támadnak is, tehát a harcba is részt vesznek. Tehát lehet tudni, hogy kik vettek részt magyar oldalról, ha és amennyiben Aventinusnak igaza van. Ezek Bogát és Durszák, azaz Bagatúr és Durszák. A Durszág az börtönt jelent török nyelve, mai napig vannak török emberek, akiket Durszáknak neveznek. Magyarok az úzok csatlakoznak, Árpádékhoz. Hát a Bagatúr pedig ugye hát egy tisztség lett volna. Úgyhogy ennyi, de egyébként Bogát szerepel, mint Bölcs Harka apja a kronikában is, aztán kiderült, hogy ez Kál Harka volt, no mindegy, most lényeg, te lehetett akár a nagyapja is. És ők még 921-ben Itália hadjátnál is részt vesznek, erről viszont megint csak egy másik koratárs, hangsúlyozom, kortárs forrás, nyugati forrás is megemlékezik. Jó. Tehát ők túlélik a pozsonyi csatát, és utána rossz csontkodnak tovább még. Hát így nagyjából most ennyi jutott eszemben ezzel kapcsolatban az eseménnyel. Hát nem csata volt, hanem háború. Nem Pozsonynál, hanem Pozsonynál és Enszvárnál zajlott. Nem Árpád vezette, hanem Bagát és durszák, Nem kiirtani akartak minket, hanem kiűzni Pannoniából. E és hát ez az esemény, ez valóban sorsfordító volt, hiszen ha itt mi vesztünk, akkor hát Dunán túl az német ajkú lenne ma és bajor-osztrák jellegű lakosság lakná. Érdekes a bajorok eredete is, Bójúvár, Bójávár, bennük van avarvér, de itt Griffes Vindás is kell gondolni, kvázi magyarra, és van bennük keltavér, mert a bójok azok keltatörzs volt eredetileg. Tehát nem véletlenül a bajorok nem tekintik magukat teljes mértékben németnek, kicsit ilyen különálló néprésznek. Hát az meg, hogy mi velünk ők ellenségeskedtek meg kiirtani, akkor miért fogadtuk be aztán később ugye a második Arnulfot? Ez, ez is egy érdekes Luitpoort fiát, de miért fogadtuk be akkor, Korinth közöttet követően? korinth háborút követően? Mert a németeknél ugye zajlottak a központosítási törekvések, és mi befogadtuk a második Arnulfot. Tehát felvetődnek itt kérdések egy részükre, a ja, szekundár forrás, más, részünk, más részére pedig jó józan leszünk, adja meg a választ. Köszönöm szépen és jó megemlékezést, reméljük egy nap az iskolai és is így forrás hűen, részletezően és kellő súlyjal szerepelnek majd. Olyanság dicső csatái, háborúi, amíg ez nincs így, addig biztosak lettünk benne, hogy nem magyarok szabják a ruhát. Köszönöm a figyelmet! oh